Szeretném bemutatni nagy tisztelettel a Mi Hazánk Mozgalom államfő jelöltjét, Popé Gyulát, akinek a személyével szeretnénk üzenni is. Egyrészt azt, hogy mi nem a Trianonban megrajzolt, megcsonkított Magyarországban gondolkodunk, hanem a történelmi Magyarországban, és természetesen a Kárpát-medencei magyar nemzetben, hiszen Popé Gyula, a Mi Hazánk Mozgalom államfő jelöltje, felvidéki magyar, aki egy igazi szabadságharcos, egy olyan szabadságharcos, aki hosszú évtizedek óta harcol a Kárpát-medencei magyarság jogaiért, érdekeiért, és már a csehszlovák kommunizmus idején az illegális módon működő és a kommunista hatalom által elnyomott a magyarság jogaiért küzdő szervezet tagjaként megtapasztalhatta azt a diktatúrát, azt az állami elnyomást, amely sajnos évtizedek óta jellemzi az elszakított területen élő magyarság küzdelmeit. Aztán a pozsonyi gimnázium igazgatójaként került szembe a Mecsiár kormánnyal, azzal a súlyosan magyar ellenes soviniszta szlovákiai rendszerrel, amely minden eszközzel üldözte a magyar nyelvet és a magyarságot, ezért egyébként meg is hurcolták a felvidéken. Aztán én magam Popé Gyulával a 90-es években találkoztam, amikor itt a megcsonkított Magyarország területén is küzdöttünk az itt élő magyarság jogaiért, és azóta is fáradhatatlanul, most már 76 évesen, még mindig ereje teljében, küzd továbbra is a magyarság ügyéért, a magyarság jogaiért. Popé Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a történet tudományok nagy szakértője, számos publikáció és mű szerzője, aki többek között a Károli Gáspár Református Egyetem rektor helyettese is volt, tehát mindenféle szempontból felkészült arra, hogy Magyarország államfője legyen. Ugyanakkor Popé Gyula személyével van még egy nagyon fontos üzenete a Mi Hazánk Mozgalomnak, mégpedig az, hogy gyakorlatilag 1945 óta, de az 1949-es sztálinista alkotmány óta Magyarország egy alkotmányos válságban van, és a jelenlegi alaptörvénnyel sem rendezték ezt az alkotmányos válságot, tehát mi szeretnénk a Szent Korona tan alapjain álló alkotmányosságot helyreállítani, az alkotmányos rendet visszaállítani Magyarországon, ez is fontos célkitűzése a Mi Hazánk Mozgalomnak. Azt gondoljuk, hogy a magyar nemzet bevonásával alkotmányozni kell majd a jövőben a 2022-es választások után. Ezért is van egy olyan államfő jelöltünk Popé Gyula személyében, aki a történelmi Magyarországot, a jelenlegi Magyarországnál egy sokkal erősebb nemzetet, egy sokkal erősebb hazát tud majd képviselni államfőként. Ezért küzdünk, ebben bízunk, és évtizedek óta együtt járunk ezen az úton Popé Gyulával, ezért rendkívül büszke vagyok arra, hogy ma itt a gyönyörű országház előtt, amelyet szintén nem a megcsonkított Magyarország, hanem a történelmi Magyarország az egész magyar nemzet számára építettek, és lett építésekor a legszebb és legnagyobb parlament a világon. Örülök, hogy itt ezen a szent helyen mutathatom be Popé Gyulát, mint a Mi Hazánk Mozgalom államfő jelöltjét. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a Mi Hazánk Mozgalom bennem látja azt a személyt, aki megtestesítheti az összmagyarságot a Kárpát-hazán belül, és talán reményt adhat arra, annak a gondolatnak a szárba szökkenésére, hogy a magyarság több, mint a mai Magyarország, és a nemzet nem azonos az országgal. Már zsenge gyermekkoromtól meghatározta az egész gondolatvilágomat Kölcseinek egy két soros epigrammája, amely a következőképpen hangzik. Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihúnysz, a haza minden előtt. Igen, a haza minden előtt, mert ez a mi hazánk. De nem a Trianonban megcsonkított és azóta is politikailag létező magyar állam, Magyarország, hanem a Kárpát-medencére kiterjedő történelmi magyar haza, a mi Kárpát-hazánk. Szeretném elérni, hogy ez az eszmeiség, hogy a haza minden előtt ne csak bennem lobogjon, ne csak bennem éljen, ne csak én cselekedjek ennek a mondatnak a varázsa alatt, hanem minél több
nemzettestvéremet sikerüljön rávenni ennek a gondolatnak komolyan vételére és komoly megszívlelésére és az e szerint való élésre. Úgy gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalom mindent megtesz ennek érdekében, és majd feltételezhetően rövidesen tanúi lehetünk annak, hogy ez az igyekezet előbb-utóbb szárba szökken, és minél több nemzettestvérünket, honfitársunkat bevonja saját bűvkörébe, saját varázskörébe. A magam részéről még egyszer csak annyit mondhatok, hogy ha csak jelképesen is, de ez a választás, hogy engem jelölt a Mi Hazánk mozgalom vezetősége és tagsága erre a jelképes posztra, nagy megtiszteltetés a számomra, és legyen ez intő példa, és vonzerőt gyakoroljon valamennyi magyar számára, nem is csak a trianoni határokon belül, hanem az egész Kárpát-medencében. Köszönöm szépen!